Tehát július 22-én szombaton a Zenepavilonnál 17 órától Faludi Szilvia Nóta műsorán vehetünk részt. Az esemény alkalmából beszélgetünk Szilviával. Szia Szilvia! Szia, sok szeretettel köszöntök mindenkit! Igen, beszélgetésünk apropója Váci Vigalmi fellépésed. Szóval mivel készültök erre a fellépésre Smit Mátyással, aki harmonikán fog kísérni? Az én nevem mint Faludi Szilvia, Vácon és a környező falvakba, akár a határon túl is már a magyar nótához és az operethez kötődik, hogyha valaki hallja, akkor tudja, hogy ezt a stíluszt szoktam képviselni. És mit Mátyással több mint tíz, tíz éve dolgozunk együtt? Magyar nótával fogunk most is készülni, és operettek is hallhatóak lesznek. Sajnos a tavalyi vigalom egy kicsit a vihar. Elkergetett bennünket a színpadról, úgyhogy az operettek ott nem is hang hangozhattak el, de bízom benne, hogy az időjárás, és a jó Isten kegyes lesz hozzánk, úgyhogy hallhatják. A kedves közönség hallhatja az operett betétdalokat is. Kiket vársz erre a műsorra, ki a te közönséged? Hát ez egy nagyon érdekes kérdés, mert én azt szoktam mondani, hogy nullától 99 éves korig a szépkorúakat, és ugyanúgy a kisgyermekeket is várom. Mindenki tudja, hogy bölcsödében dolgozom, úgyhogy bölcsödéskorú gyermekekkel foglalkozom, és ők is el szoktak jönni ezekre a fellépésekre, nagyon szívesen hallgatják a magyar nótát és a csárdásokat, mert már hozzá vannak szokva, úgyhogy érzékenyítve vannak ehhez a ehhez a stílushoz, és ö, ugye nagyon szeretik a szépkorú ö, emberek is ö, ezt a stílust, hogy szívesen jönnek, és őket várom nagy-nagy szeretettel. Egy-két példát kiemelnél, hogy mi, milyen dalok szólalnak majd meg a fellépésen? A hazaszeretetről fogok énekelni, Petőfi 200 éves évfordulójára egy Petőfi vers megzenésített ö, dalát fogom énekelni, a szerelemről, a vidámságról, ezek fognak elhangzani. Ha jól tudom, már több mint 14 éve énekelsz. Hogy kezdődött a zenei pályafutásod? Mikor kezdtél el énekelni? Amikor szerintem elkezdtem beszélni, utána nem sokkal. Elkezdtem énekelni, és édesapámtól kaptam a magyar nóta szeretetét, ő is nagyon szép hanggal rendelkezik, ő most már ugye 86. esztendős, ritkábban énekel, de otthon még szoktuk őt hallani, szoktunk együtt is énekelni. Ő volt az, aki bevezetett ebbe a világba, a magyar nóta világába, úgyhogy ezt innen is köszönöm neki. És hát talán ezért is ez a stílus, ezért választottam ezt a stílust, és ezt, ezt viszem tovább. Ugye hungarikum a magyar nóta és az operet, és én nagyon büszke vagyok erre, hogy művelhetem. A magyar nóta és az operett mellett más műfajokban is kipróbáltad már magad? Hogyha igen, akkor miért? Igen, a táncdalok, táncdalok is közel állnak a szívemhez, úgyhogy ö, ö, táncdalokat is szoktam énekelni. Én mesélnél még egy kicsit a jövőbeni zenei terveidről, akár a közeli vagy távoli jövőről. Van egy nagy nagy álmom. Szeretnék egy ö, ö, olyan nótaestet, amely egy két, rész, két részből álló nótaest lenne, az egyik részben Mátyás, mint ö, harmonikás kísérne, a másik részben pedig cigányzenekar kíséretet szeretnék. Szeretnék olyan kollégákat, vendégeket meghívni, akik az est, estnek a fényét még jobban emelnék. Úgyhogy ilyen terveim vannak. Remélem, hogy a Jó isten megsegít, és ez nem sokára létrejöhet. És amikor nekiállsz egy ilyen műsort összerakni, ez hogyan működik? Összeültök Mátyással, hát beszélitek, hogy te mit szeretnél, ő mit szeretne, hogyan képzeljük el ezt a munkafolyamatot. Amikor kipattan így a fejemből, vagy ugye legtöbb esetben felkérnek egy műsor összeállítására, akkor ez épp érzelmi állapotom, az nagyon fontos, akkor úgy próbálom összerakni a nótákat, mert ugye az ember ő így dolgozza fel akármilyen pozitív, illetve negatív élmény, és hál' Istennek nagyon sok pozitív élmény van az életemben, úgyhogy én összerakok egy vázlatot, aztán összeülünk Mátyással, és ő, ő úgymond lektorálja a dolgot, és közösen, közösen fog megszületni az a műsor, amit a kedves közönség elé tárunk. És akkor, ha jól értem, akkor ezeket a dalokat a bölcsiben is rendszeresen hallhatják a gyerekek. Amikor bejutok csoportba, mert most már egyre ritkábban vagyok, akkor igen, 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 nagyon szívesen énekelem. Csak megtanulják esetleg ezeket a dalokat? én veled? A rövid, igen, a rövid csárdások, ugye pattogósak, vidámak, az, azok, azok nagyon hamar átmennek. Ők ugye szivacsok, ezt szoktuk mondani, de ez teljesen pozitív értelemben tudom ezt mondani rájuk, és nagyon gyorsan tanulnak és ez fontos, hogy hogy ez az ő életükben is benne legyen, én úgy gondolom. És ezt hogy képzeljük el, hogy csak énekeltek, vagy táncoltok is közben? Ja, volt már precedens, hogy táncoltunk is. Ugye heti két alkalommal ha már így egy kicsit át, áteveztünk a, a, a bölcsőde területére, heti két alkalommal kedden és csütörtökön zenebölcsit is ö, szoktam tartani. Kedden van a Szegfű utcába, csütörtökön a Kölcsi utcába, és ott is előkerülnek a népdalok és a nóták. Úgyhogy ott szülővel közösen énekelünk, mondókázunk, és a kisgyermek örömét lelhet így benne ebben a minőségi időben, amit a szülővel tölt. Így összefoglalva az eddigieket, elmondanád, hogy mi a fő vonzereje a fellépéseidnek, miért ajánlod a váciaknak, hogy jöjjenek el a koncertre és nézzenek meg téged és Mátyást? A magyar nóta és az operett az emberi életről szól, az ember érzelmeiről szól, a boldogságáról, a szomorúságáról, a szerelmekről, amiket megélünk az életünk folyamán. És szeretném, hogy jó kedvet teremtsek ebbe az elmúlt, elmúlt szomorú években, és hogy jókedvűek legyünk, és hogy mulatozzunk egyet közösen. Úgyhogy nagyon sok szeretettel várok minden kedves érdeklődőt. Köszönjük szépen, ott leszünk. Köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm.